Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. A Dombóvári Önkormányzati Testület ülésén arról hoztak döntést, hogy az idősek élelmezésének kiszállítását a továbbiakban átadják a gondozást eddig is ellátó Máltai Szeretett Szolgálatnak. Emellett szó esett a tó további sorsáról, és arról, hogy a jövőben D-vitaminos csokoládét kapnak a gyerekek. Jöjjenek a részletek! Január 1-ével újabb változás áll be a dombovári idősellátás rendszerében. Bár 2020-ban már a Máltai Szeretett Szolgálat gondozásában folyt a tevékenység, a kiszállítást nem ők szervezték és bonyolították. Sok esetben megtörtént, hogy az ellátottak csak a kora délutáni órákban jutottak az ebédjükhöz. Ezen a helyzeten változtat a most meghozott döntés. Megnövekedett igény mentén fel kellett mérnünk annak a lehetőséget, hogy hogy tudjunk tovább lépni. Nyilván megengedhetetlen volt, hogy 11 és 3 közt kapták meg a dombovári idős emberek az ebédet, ezért a fejlesztést, ami ezt igényelt volna, úgy döntöttünk, hogy nem mi fogjuk elkövetni, hanem az, aki egyébként is előállítja ezt az ebédet. Ebből adódóan január 1-től két körbe fogják kiordani az ebédet, ami azt jelenti, hogy 11 és 13 közt meg fogja mindenki kapni. Az éthordóban való kiszállítás a járványügyi helyzet miatt nem lehetséges, hiszen ezek tisztántartása és a követelmények szerinti fertőtlenítése nem megoldható. Ők most egy olyan technológiát vezetnek be, illetve ahhoz vásároltak eszközöket, hogy olyan ételszállító dobozokban fog történni a kiszállítás, amelynek fóliázzák a tetejét, és újra hasznosítható műanyagban fogják ezt elkövetni. Remélem, hogy februárban nagyon pozitív visszajelzéseket fogunk kapni, hogy érdemes volt ezt a döntést meghozni, még úgy is, hogy az önkormányzatnak ezért jövő évre 5 millió forint fedezetet kellett biztosítani. A jövőben ezzel a vitaminnal óvják a dombovári gyerekek egészségét. A Hungarikum díjat kitüntetett Rákóczi túrost kitaláló cukrász Gábor Sándor ezúttal olyan édességet fejlesztett ki, mely 1000 nemzetközi egység D-vitamint tartalmaz. Az önkormányzat döntése szerint a készítményt minden kisgyermek ingyen megkapja az óvodában és az iskolákban. Az ötlet egyébként több mint 10 évvel ezelőtt született Gábor Sándor mester cukrásztól, hogy egy olyan csokoládé termék készüljön, ami D-vitamint tartalmaz. Ennek az aktualitása most sajnos a pandémia miatt felerősödött, és úgy néz ki, hogy most meg fog valósulni legalábbis dombovári szinten. Minden gyerek egy ilyen doboz csokoládé pasztillát kap, amiben D-vitamin van, ez egy hónapra elegendő, és ugye azt tudjuk, hogy a D-vitamin termelése a napsütés hatására is történik a szervezetben, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a kevésbé napsütéses hónapokban, tehát november 15-től március 15-ig minden gyerek minden nap fog kapni egy ilyen csokoládét. A kisebbek azok desszertként fogják megkapni az étkezések után, ahol a pedagógusok ebben segítenek, a nagyobbak pedig minden hónapra kapnak egy dobozzal, és hát maguk fogják ezt fogyasztani, illetve hát maguknak adagolni. Egyébként a termék nagyon finom, 60%-os csokoládébe van a D-vitamin csomagolva, tehát kifejezetten ízletes. Fontos még megemlíteni, hogy mindenféle hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik a termék, föl is van tüntetve rajta, valamint az, hogy ilyen allergén anyagokat nem tartalmaz, mint például laktóz, vagy ilyesmi. A város központjában lévő szállástitító közkedvelt pihenőhelye a helyieknek. Csak hogy, mint kiderült, csupán fizikailag létezik. Amikor kértük volna meghosszabbítását az üzemeltetésének, kiderült, hogy ez a tó nem létezik. Kórház építése mentén valamikor már idestóval több mint 5 évtizede keletkezett ez a víztározó, aminek létesítési engedélye soha nem volt. Tavaly úgy döntött a képviselőtestület, hogy fennmaradási engedélyt kérünk, megterveztettük ezt a tavat, 2021 áprilisában megkaptuk a fennmaradási engedélyt, illetve hát ugye nyilván most mondhatnám, hogy létesítés itt az 51. évben, de utolértük magunkat, jelzem, és megkaptuk az üzemeltetési engedélyt is, tehát vízi üzemeltetési engedélye vér ez a tó. Ennek a hasznosításának többször nekifutottak már az elmúlt 30 évben, ugyan, mint ahogy említettem, már egyébként nem volt, de fizikailag létezett, ezért egy fiatal vállalkozó lát ebbe perspektívát, és 10 éves időtartamra kivérli ezt a tavat, és annak a felújítását, illetve a partfalnak a felújítását el fogja végezni, nyilván a bérleti díjnak a fejében. Az önkormányzat pedig rekreációs és családi parkot tervez a tó köré, műanyag futópályával, játszótérrel és megfelelő közvilágítás kiépítésével.
Sokan gyújtottak gyertyát, helyeztek el virágot halott szeretteik emlékére a dombóvári temetőben is, ahol a Városszépítő Egyesület szervezésében közös megemlékezésre is sor került. A sírok felkeresése közben sokan szakítottak időt a megható eseményre, mely után együtt helyezték el az emlékezés gyertyáit a sírkert fejköveinél. A Kapos Kórus közreműködésével emlékeztek elhunyt szeretteikre a dombovári egyházi temető sírkertjében, melyet 25 évvel ezelőtt, 1996-ban állítottak, és ahol azóta minden november 1-én egy meghitt megemlékezésre várják az érdeklődőket. A helytörténeti kutató Takács Istvánné megható gondolataival idézhették fel halott hozzátartozóik emlékét a megjelentek. Itt az ősz, az emlékezés időszaka. Emlékezés az üde tavaszra, a nyári napsugárra, amely kicsalogatta az életet a föld mélyéből, megszólaltatta az erdő, a mező dalosait. Emlékezni a nyárra, emlékezni az ifjúságra, amely tudott szeretni, hinni, remélni, az élet delére, amely tudott reményt valóra váltani. S végül emlékezni saját és mindannyiunk életének törékenységére. Mert a halál, a mulandóság közös földi sorsunk. Ezután Szűcs Eszter evangélikus lelkész gondolataival folytatódott a halottak napi megemlékezés Dombováron. Elvesztett szeretteinkre gondolunk, de akiket nem vesztettünk el teljesen, hiszen hisszük, hogy a mennyei Atya hajlékában vannak. Azokat, akiket szerettünk, de akikkel ebben a földi életben már nem láthatunk többé, Isten kezében tudhatjuk. Akiknek a fájó hiánya velünk marad, amíg élünk, de akikkel, ahogyan egy szép ének mondja, ott állunk majd üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem. Majd Hegedűs János plébános gondolatébresztő szavait hallhatták az emlékezők a dombovári sírkertben. Elhunyt szeretteinkre emlékezünk, e temetőben nyugvókra, a város egykori lakóira, ismertekre és kevésbé ismertekre egyaránt. Emlékezésünk során a remény bíztató és erőt adó távlatait Jézus evangéliumi ígérete erősíti bennünk. Bizony mondom nektek, aki hallgat tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. November 1-én az emlékezés mécseseinek elhelyezésével zárult a Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület idei megemlékezése a helyi temetőben. Minden év októberében tartják a 65 év felettiek találkozóját Kaposszegcsön. Ezúttal az elmúlt egy év beruházásait is ezen a napon adták át. A település közel 100 millió forintos fejlesztéseit ismerhették meg a rendezvényre meghívott szépkorúak, akik közül idén 178-an fogadták el az önkormányzat invitálását. Az idősek ünnepélyes köszöntése hagyomány a településen, melyet idén is megtartottak a sportcsarnokban. Egyelőre még nem az előző évek hagyományai szerint, a terített asztalokkal még várnak, még a vírushelyzet csillapodik. De kisbattyúval készültek az ünnepeltek, mesélte Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Gyakorlatilag Kaposszegcsön minden évben megrendezzük ezt az eseményt. Ez már több mint egy évtizede hagyomány. Annyi, hogy a tavalyi évben ugye a vírushelyzetre való tekintettel csak egy ilyen kültéri zenéléssel tudtuk megünnepelni. Akkor két idősek otthona működik a településen. Ott is előttük is zenéltünk, egy kicsit a fuvos egyesülettel körbe mentünk, átadtuk akkor a játszóteret, illetve a közösségi háznál tartottunk egy nyílt
nyitott téri rendezvényt. A vírushelyzetre való tekintettel is volt, aki visszamondta, de azt mondom, hogy gyakorlatilag nagyon szép számmal jövünk. 300 valahány idős van a településünkön, és 178-an leszünk, ha minden jól megy, és plusz a plusz vendégek 30 valahányan, tehát 200-200 pár főt várunk. Igyekszünk mindig támaszkodni rájuk, illetve segíteni őket. A támaszkodás rájuk az, hogy meghallgatjuk a véleményüket, és azért igyekszünk olyan programokat szervezni, amik őnekik is jó, és ők segítenek is ebbe. Tehát a kölcsönös az együttműködés. Gyakorlatilag nagyon jól működik az idősek klubja, nagyon jól működik az itteni közösségi élet az idősekkel, úgyhogy gyakorlatilag szinte mindenben együttműködünk. Táborokban segítenek az idősek, mi is segítünk őnekik, évzárójuk van, azt is közösen szoktuk csinálni. Az esemény színvonalát növelte, hogy az önkormányzat erre napra időzítette az elmúlt egy év beruházásainak ünnepélyes átadóját is. Jelenleg 7 projektet adunk át, ebből 5 a miénk, az önkormányzati, és 2 a Kaposvárosi Fúvós Egyesületé. Ezek között van, tehát egy évnek a fejlesztéseiben benne van a Kossuth Lajos utcának a felújítása, aztán vásároltunk egy elhagyott ingatlant, a régi takaréképületét, amiből, hogyha minden jól megy, akkor polgárőr és KMB irodát szeretnénk létesíteni a falunak egy közlekedési csomópontjába. Aztán a kerékpárút az napokba készül el, gyakorlatilag teljes új útpálya szakasz keletkezett, mivel ott a régi útszakasz az életveszélyes lett a mellette lévő fák miatt. Ennek az átadása kerül most lebonyolításra. Főzőkonyhának az energetikai fejlesztése is megvalósult, ezt is át szeretnénk adni. A biciklis út mellett egy sportparkot is adunk át jelenleg, amit előszeretettel használnak a fiatalok is, és az idősek is most már. Fúvós Egyesületnek van 2 pályázata. Itt Habi Konrádnak, egy régi kaposszegcsői német hagyományok zenét megteremtő embernek a kottáit hangszerelték újjá. A zenészek mellette hangszereket szereztek be, új ruhákat szereztek be, ezeknek az ünneplése is zajlik. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntötte a meghívást elfogadott szépkodóakat, és a közel 100 millió forint értékben elkészült pályázatok fontosságáról beszélt. Ezekkel a pályázatokkal is sikerült elérnünk azt közösen, hogy ez a település, Kaposszegcső még inkább élhető, még szebb, még komfortosabb településé vált. Bár eddig is ilyen településről volt szó, hiszen itt legtöbb esetben nem új dolgokat kellett létrehozni, hanem a már elkészülteket, ezelőtt, amik 10-20 évvel készültek el, azokat kellett felújítani, vagy pedig tovább vinni. Ez a sportcsarnok, ahol ülünk, szintén néhány évvel ezelőtt a kormány támogatásával tudott megújulni, és azóta is többször nem csak testnevelés órákra, a mindennapos testnevelés bevezetése mellett használjuk, vagy használják a gyerekeink, hanem arra is tudjuk használni, hogy a kistérségnek különböző ünnepi rendezvényeit, és természetesen a községnek az ünnepi rendezvényeit közösen tudjuk megünnepelni. Számos jel mutatja, hogy az idősebb korosztály számára is fontos a település fejlődése. A szépkorúak közül pedig Lőcz Konrádné az elmúlt évek találkozóit elevenítette föl. Szép dolog az öregekkel szemben, nagyon örülök neki, és mindig eljöttem. Tavaly még sajnos, vagy az idén egyedül, de tavaly még a férjemmel, sajnos az idén már nem, mert közben meghalt, de mindig itt voltunk. Ha az egészségünk, hát nem is voltunk betegesek, úgyhogy mindig itt voltunk, és szép kis műsor, meg azért nagy kár, hogy az egészségügyi körülmények miatt a vacsorát mégse lehet most itt. Mindig egy finom vacsora, egy nagyon szép zenés műsor. Szép gesztus az önkormányzattól is az, hogy az önkormányzat úgy szólván minden tagja, meg a képviselőtestület, ők szolgáltak mindig ki bennünket. Ők hordták fel az ételt, és az italt is. Kedvesek voltak, aranyosak. Harsanyi János egy jó lehetőségnek tartja, hogy ezeken az alkalmakon olyanokkal is találkozhat, akikkel az év más napjain legfeljebb futólag van lehetőségük néhány szót váltani. Most már nem annyira divat lehet így mondani, mint valamikor régebben volt. Ritkábban van alkalom. Nagyon örülök neki, és nagyon jó. Éppen most jöttem haza Németországból.
kint voltam a lányomnál, és nagyon meglepett, hogy ilyen kedvesek, hogy arra jöttem haza, hogy az öregeket megünneplik. És ez egy nagyon jó dolognak tartom, hogy összejönnek az öregek, egy kis műsor hallgathatunk. A 65 év felettiek találkozóján került sor a település díszpolgári címének átadására, és nem véletlen, hogy ezt az alkalmat választotta az önkormányzat, ugyanis ez az a korosztály, akik egész pontosan tudják, hogy ki Havasi János, hiszen sokukkal együtt cseperedett föl Kapos Szekcsőn. A Magyar Érdemrend tiszti kereszttel Herceg Ferenc díjjal jutalmazott jogász, újságíró élete másfelé sodorta, de szívében mindig is megőrizte a sok emléket rejtő kis falut. Lélekben azonban sohasem szakadtam el ettől a Baranya, Tolna és Somogy határán billegő szép fekvésű kisfalutól, ahol a történelem viharai ellenére olyan békességben éltek és élnek együtt a török dúlást átvészelt őslakosok. A tanulmányaim, munkáim elszólítottak is szülőfalumból ezt a békés, toleráns szellemet, amit Lőbrádi bácsitól, Nagy Béla bácsitól, Bagoly bácsitól, Herceg Fikati nénitől, és annyian másoktól láttam, tanultam, mindig példáként említettem és hoztam fel barátaim előtt, és követni igyekeztem írásaimban, és talán hivatali tisztségeimben is. A szórakozás gyanánt a helyi óvodáskorú gyerekek kedveskedtek egy őszi hangulatot varázsló műsorral. Közel 30 ember dolgozott azon, hogy megvalósulhasson a halloweeni borzongos aktív este Dombóváron, ahol 9 szellem munkálkodott azon, hogy mindenki maradandó kellemes élményekkel térjen haza a rövid kis kocogás után. Hiszen a cél nem a nagy, a legrövidebb idő alatt teljesített távokon, hanem a vidáman együtt töltött időn volt. 3, 2, 1, közösségi élményfutásra invitálták a bátor jelentkezőket Dombóváron. A merészségre mindenféleképpen szükség volt, hiszen a sötétedés beállta után indultak a több csapatra osztott elszánt sportemberek, mondta el a szervező Mátrai Kovács Dia. Most már a 8. alkalommal szervezzük ezt meg. Semmi más célunk nem volt vele, mint hogy egy kis hangulatot vigyünk az embereknek, meg egy kis jókedvet. És az, hogy ilyenkor legalább azt gondoltuk, hogy mindenki önmaga lehet, úgyhogy ezért nagyon jó az, hogyha lehet maszkot húzni, mindenki eldönti, hogy mikor önmaga. Most már próbálunk a gyerekeknek olyan futamot szervezni, amikor a szellemeink, akik itt-ott a városban a sötétben megbújnak, ők nem ijeszgetnek, hanem csak cukrot osztanak, de jelen vannak, és vannak olyan futamok, amik sétálósak, de már a szellemek is előbújnak, szóval eléggé ijesztő. Teljesen teljesíthető távokkal készültünk, tehát ilyen 1,5 kilométer a legrövidebb, de sétálós, illetve 2,5 kilométer a leghosszabb, de már futós táv. Itt nem az a lényeg, nem futóverseny, hanem élményfutás, nem az a lényeg, hogy hosszú távokat teljesítsenek, hanem az, hogy jól érezzék magukat, picik is, idősebbek is, nagyok is. Az elmúlt évek során pozitív visszajelzéseket kaptak a szervezők, az előzőekhez képest mégis változtattak a 2021-es dombovári halloweeni futás helyszínén, hogy a távokat jobban tudják variálni a résztvevők számára. Az az egyetlen egy dolog volt, ami talán néha visszatartó erő volt, hogy ilyen 4 kilométer körüli volt a táv. Most a regisztrálásunk az a 200 fő, az 6 órán belül meg volt a 200 fős regisztrálásunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha akár több embernek is tudnánk érmet biztosítani. Mi azon vagyunk, hogy ez egy ingyenes rendezvény egyébként, mi azon vagyunk, hogy így legyen most. Most 220 főnek sikerült. A halloweeni borzongásra vágyok száma sokkal magasabb volt annál, mint ahányan előzetesen regisztráltak a rendezvényre, ők érem nélkül, de élményekkel gazdagodva tudhatták maguk mögött a távot. Javarészt helyiek vannak, de kb. 20%-ban jönnek, hát nem, 15%-ban jönnek máshonnan, tehát a környékről. Tavaly nagyon sokan voltak Kaposváron, most is jönnek nem olyan sokan. Szászvár, Bonyhád és egyéb környék az, ahonnan még jönnek. Az útvonal az mindig titkos, nem mondjuk meg előre, csak a távot, hogy merre megyünk.
Ez minden évben így van, hát nagyon variálni nem tudunk a városon belül olyan helyet szerezni, ahol teljes a sötétség. Ez most is így lesz, aki ma évről évre jön, az tudja nagyjából, hogy mire számíthat. És egy bizonyos, hát itt most lent a kis, régi kisvasútnak az útvonalán lesznek tulajdonképpen a szellemeink, akik elbújnak itt-ott-amott, és teljesen berendezett pálya. Ők már délután 2 óta dolgoznak, mindig ők a főszereplők egyébként ebben. Délután 2 óta rendezik a pályát, hát azért elég ijesztő, nem mindenkinek bírja a lelke, felnőttek közül sem, de mondjuk ezt mindig hangsúlyozzuk, sose hiszik el, és akkor a végén rájönnek, hogy hoppá. De ezért kérjük azt, hogy 16 éven aluliakkal kötelező szülőnek jönni. A legkisebbek között is voltak olyan rátermett, jelmezbe bújt, mozgást kedvelő és rettegni vágyó ifjak, akik nem első alkalommal borzongtak együtt a sokadalommal a dombovári sötétségben. Olyan, hogy elindulnak csapatok, és az erdőben meg ilyen helyeken el vannak bújva ilyen maszkos emberek, és ijeszgetik a gyerekeket, előbújnak ilyen helyekről. A családokat nem rettentette el a kihívás, anyukák, apukák vonultak gyermekeikkel, hogy együtt éljék meg a halloweeni élményt. A gyerekeknek biztos, hogy nagyon tetszett. Nem ijeszgettek annyira a szellemek, de elől voltak, úgyhogy lehetett őket látni. Osztogattak cukrot, úgyhogy szerintem teljesen szívükbe lopták, de ugye? Tetszett? Sikolyok és villodzó fények uralták a kora estét Dombováron, az immáron 8. alkalommal megrendezett halloweeni élményfutáson. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!